Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Vendégem Szíbert Gergely, a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszer láncbiztonság és földhivatali főosztályvezetője, megyei főállatorvos. Tisztelettel köszöntöm. Én is tisztelettel köszöntöm a nézőket. Rendhagyó lesz a beszélgetésünk, hiszen egyik oldalról egy rövid visszatekintés, hogy mi minden történt ebben az esztendőben, de tényleg csak címszavakban, mivel kellett megbirkózni a önnek, illetve a kollégáinak. Másik oldalról rövidesen itt vagyunk már advent idején. Tehát ez egy megint olyan időszak, amikor az élelmiszerbiztonság kiemelten fontos. A harmadik pedig nem különben, hogy egy hagyományos állatorvosi emléknapot rendeznek Kulcson, a kulcsi hatok emlékére, és azt hiszem, hogy ez is egy olyan kiemelt esemény, amely összegzi az ebben az esztendőben történteket, és ráadásul ünnepre is van ok bőségesen, hiszen a szakma, az ezt a hivatást választók ott lesznek, és együtt megvitatják, hogy mi minden történt 2017-ben. Nos, akkor kezdjük a nyárral, ha már élelmiszerbiztonságról majd szó esik, van-e egy olyan gondolatsora, amelyben megerősíti, amit én most mondok, hogy az idén az élelmiszerbiztonsággal elégedettek lehettünk a Velencei tó környékén, és itt Székesfehérváron is, a frekventált időszakban? Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy javuló tendencia mutatható ki Fejér megye és így a Velencei tó környékének is élelmiszerlánc biztonságába. Azért természetesen sosem lehetünk teljes mértékben elégedettek, mert hogyha egy probléma van, az pont egyel több, mint amennyire szüksége van a fogyasztónak, aki ugye mindig bizalommal fordul, mind a vendéglátás, mind a forgalmazás felé. Összességében elmondható, hogy idén is nagyon sok ellenőrzést végeztünk az élelmiszer előállító forgalmazó egységekben, majd 2000 ellenőrzés volt, amelynek során több mint 3000 tétel élelmiszert meg is vizsgáltunk, és ennek körülbelül 4,5%-ában volt kimutatható valamilyen fajta probléma. Ezek vagy jelölés, nyomonkövetési hiba, de akár olyan probléma is, hogy lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági élelmiszert árusított valaki. Összességében majd 6 millió forint bírságot voltunk kénytelenek kiróni, de az azért alapvető szabály nálunk, hogy nem a bírságolás a cél, hanem az, hogy az élelmiszervállalkozókat minél inkább a jogszabály követő magatartásra sarkaljuk, ezért először a figyelmeztetés intézményéhez nyúlunk. Ebből is volt több mint 60 eset, amikor nem pénzbeli bírságot, hanem csak figyelmeztetést alkalmaztunk. Két fontos és állatbetegségről is kell, hogy szó essék. A sertéspest is az első, ami szerencsére, úgy tetszik, nem gyűrözött be Magyarországra, de azért éppen eléggé megnehezítette az állatorvosi hatóságok dolgát. Így van, ugye ez egy több éve tartó járvány Európában, illetve az Európához közeli oroszországi területeken. Vaddisznókkal terjed, és ugye az elmúlt évben, vagy az idei évben tulajdonképpen elérte Csehországot és Romániát is. Ukrajnában, Kárpátalján pedig a tavalyi év végén találták az első esetet. Eddig, a mai napig Magyarországon megállapítás járványkitörés nem történt. Természetesen folyamatosan ellenőrizzük a vaddisznóállományt, itt az elhullott vaddisznókból, illetve monitoring rendszerrel a kilőtt vaddisznókból mintát vizsgálunk, és próbáljuk megtalálni azt az első gócpontot, hogyha egyszer valahol a kitörés jelentkezik, hogy minél előbb el tudjuk folytani a járványt. Azt azért tudni kell, hogy a tudomány szerint körülbelül 50 km per év sebességgel halad a vírus keletről nyugat felé. Magyarországra még nem érkezett meg, de fel kell készülnünk arra, hogy akár meg is érkezhet. Igen, hiszen Szlovákiából is hallottunk aggasztó híreket Ukrajna mellett a szlovák határól. Madárinfluenza, ezt is megkerülhetetlen, ugye ez volt, és meg is szenvedték a gazdák, de azt hiszem, hogy kezelte ezt a helyzetet is a NÉBIK mindenféle értelemben, illetve az állatorvosi hatóságok.
Igen, hát 2016-ban indult el a nagy madárinfluenza járvány Magyarországon, több megyét érintett a délkeleti vidéken, és természetesen a Fejér megyei állatorvosok is kivették a részüket a járvány elfojtásba, ugyanis ilyenkor az állatorvosi hatóság teljes apparátusával ott jelenik meg, ahol a probléma van, direkt azért, hogy helyhez tudjuk kötni, és ne terjedjen tovább. Ilyenkor a megye határokat is tulajdonképpen elfelejtve az ország minden területéről érkeztek szakemberek a járvány elfolytására, és idén májusban volt, tehát 17 májusában volt az utolsó eset, és augusztusban pedig mentessé vált az ország ettől a betegségtől, de mivel a vadmadarak hozták, ez a veszély mindig fennáll, hogy a vadmadarakkal újra bekerül az országba, ezért is maradtak fent azok a nagyon fontos és szigorú intézkedések, amelyeket a baromfi tartóknak be kell tartaniuk. Növénytermesztéssel is foglalkoznunk kell, az egyik a GMO. Mindig esztendőről esztendőre felmerül, hiszen azért hála Istennek tudjuk, hogy Martonvásáron a kutatóintézet is nagyon odafigyel erre, és ráadásul most már úgy tűnik a gazdák is. Önöknek milyen feladat jut ebben a kérdéskörben? Hát a GMO-mentes élelmiszer gyártása vagy előállítása Magyarország egyik nagyon fontos feladata, illetve célja. Ennek megfelelően a növénytermesztésben mindenképpen monitoring vizsgálatokat csinálunk, ellenőrizzük azt, hogy minden gazda betartja-e azokat az előírásokat, amelyek számára elő lettek írva, illetve megpróbáljuk már takarmányainkat is teljes mértékben GMO-mentes összetevőkre kiváltani, ami nem egyszerű, főleg azért sem, mert ugye nem minden ország osztozik a mi célkitűzéseinkben. Na és akkor maradt a parlagfű. Ez örök sláger, én azt hiszem, hogy ön is élen jár, illetve a munkatársaival együtt a felderítésben, itt Fejér megyében, és én azt tapasztalom, azért jártunkban, keltünkben, körülnézünk Fejér megyében, hogy van már eredmény, de továbbra is vannak olyan elhanyagolt terciák, parcellák, ahol mintha nem vennék figyelembe, hogy ez mindannyiunk számára veszélyt jelent. Így van, Fejér megye volt az első olyan megye, tulajdonképpen pilot megye volt, aki bevezette a légifelderítést, mint az egyik leghatékonyabb eszközét a parlagfű felderítésének, és most már ez egész Magyarországon elterjedt, tehát idén nálunk is már nem kipróbálásilag, hanem bevezetett módon a légifelderítést is igénybe vettük a parlagfűvel szennyezett területek felderítésében. Idén is találtunk parlagfűves területeket. Emellett a légifelderítés mellett természetesen végeztük a földfelszíni felderítést is, de a polgároknak is van és volt lehetőségük több módon is bejelentést tenni, és amint egy ilyen bejelentés megérkezett hatóságunkhoz, azt azonnal kivizsgáltuk. Természetesen akkor lenne a leghatékonyabb ez a dolog, hogyha valamennyi földtulajdonos, de akár csak magánkert tulajdonos is szem előtt tartaná ezt az egészségügyileg veszélyes gyomnövényt, illetve ennek az írtását. Amit mi felfedezünk, ott megtesszük a kényszerintézkedéseket, felszólítás, bírságolás, illetve a kényszerkaszálás elrendelését. Nincsenek illúzióim, nyilván ez még évekbe telik, ha egyáltalán teljes egészében megszüntethető, mert bármennyire is sokat tesznek önök, azért mindig vannak, akik ezzel nem törődnek, ahogy tetszik, sajnos. Megérkeztünk Adventhez, vasárnap már az első gyertyát gyújtjuk, és hát nyilvánvaló, hogy ilyenkor az ajándékvásárlás mellett azért most az étkezésünkkel foglalkozunk először, de az ajándékvásárlások, illetve a minőségi ellenőrzéseket hogy kezdik? Mivel hatóságunk számára három kiemelt időszak van az év során, ugye úgymond
húsvéthoz kötött tavaszi, kiemelt célellenőrzés a nyári időszakhoz kötött nyári, kiemelt célellenőrzés, és természetesen a karácsony szilveszteri időszakhoz kötött téli kiemelt célellenőrzés. Ezt mindig az élelmiszerláncért felelős államtitkár rendeli el. Ez még nem került elrendelésre, de hát ne legyen senkinek illúziója, biztos, hogy idén is lesz ilyen kiemelt ellenőrzés, és ennek során különböző célterületek és céltermékeket vizsgálunk. Ebben sem árulok el nagy titkot, hogy idén is az olyan élelmiszer előállító, illetve forgalmazó helyekre fogunk elmenni, illetve a vásárokra, ahol az ilyenkor közkedvelt élelmiszereket árusítják, tehát az édesipari termékek, a hal, ugye ilyenkor sok, illetve több hal fogy Magyarországon, talán ez az időszak, amikor a legtöbb hal fogy Magyarországon, de természetesen a különböző húskészítmény előállítók, illetve forgalmazók is gorcső alá kerülnek. Tehát csonka, kolbász. Így van, és a virsli, ugye, ami a szilveszteri időszakban nagyon kedvelt. No, megérkeztünk az ünnephez. Én meg kell, hogy azt hiszem, hogy ön, mint fővédnök, illetve első számú vezetője a megyében, aki meginvitál bennünket a Kulcsi Állatorvosi Emléknapra, és várja már ezt a napot. Ez egy fontos nap. A maga felépítése is, hiszen most már ugye a Kulcsi hatokról beszélünk, esztendőről esztendőre Kulcs főterén egy-egy szoborral gazdagodik. Beszéljünk egy kicsit a Kulcsi hatokról, hiszen mégis a kicsit, bár azt mondják, hogy a múltban révedezünk, de ez nem így van, hiszen nagyon sokat köszönhet nekik a magyar állatorvoslás. Azt gondolom, hogy nem jó gondolat az, hogyha valaki azt gondolja az ilyen emléknapokról, hogy ez csak a múlt idézés és egy felesleges tevékenység. Nagyon fontosnak tartom azt, mert a jelenünk mindenképpen a múltban gyökeredzik, tehát azok az elődeink, akik nagyon sokat tettek az állatorvosi szakma társadalmi elhelyezésében, vagy ilyen magas társadalmi rangjában, azok előtt tisztelegnünk kell, és emellett pedig nem szabad elfelednünk, hogy ugye nem csak a munka van, mert a Kulcsi hatok is példa arra, hogy neves professzoraink a mindennapi munkájuk mellett a szabadidős tevékenységként Kulcsra utaztak, és ott próbálták kipihenni a mindennapokat, illetve feltöltődni a kihívásokra. De amellett, hogy ott pihentek, nagyon sok más társadalmi pozitív tettet is végrehajtottak, templomépítkezésbe vettek részt, vagy sportegyesületet alapítottak. És ezt én is vallom, hogy az állatorvosi szakma nem ragadhat meg csak magában a gyógyításban, megelőzésben, hanem igenis komoly társadalmi szerepet kell, hogy vállaljunk. Éppen ezért minden évben, immár 16. alkalommal rendezzük meg a Fejér megyei állatorvosi emléknapot, ami Kulcson van már többedik éve, és Kulcs ad otthont neki, amit nagyon köszönünk a polgármester úrnak is, hogy oda minden évben meginvitál, illetve befogad minket, és immár negyedik alkalommal tudunk szobrot is avatni, amellyel szintén tisztelgünk, és tulajdonképpen örök emléket állítunk annak a hat neves professzornak, aki a nyarait ebben a faluban töltötte. És nem mellesleg a szakmai beszélgetéseken túl átadásra kerül az év állatorvosa díj, az év állategészségügyi dolgozója díj, illetve életmű díj is. Általában nem tudom, hogy az idén is így lesz. Természetesen meg kell emlékeznünk mindig azokról az emberekről, akik erre érdemesek, és éppen ezért mindig az év állatorvosa díjat egy jelenleg is dolgozó állatorvosnak adjuk át, aki a szakmai munkáján túl valami mást is adott, akár az országnak,
is, illetve megemlékezünk egy életpályáról, ez az életműdíj, ezt mindig ugye egy idősebb állatorvos kollégán kapja, és hogy ne mindig csak azt gondoljuk, hogy az élelmiszerláncban csak állatorvosok dolgoznak, természetesen ez nem igaz, és ezért az állategészségügyért díjat is odaadjuk minden évben. Itt viszont konzekvensen ragaszkodunk hozzá, hogy ne állatorvos kapja, hanem valaki olyan más szakmából érkező, aki a mi munkánkat segíti. Főorvos úr, köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Azt hiszem, hogy természetesen önöknek is mondom, kedves nézőink, hogy ahogy minden esztendőben ott leszünk a stábbal, és a következő pénteki Agrárinfóban beszámolunk a kulcson történtekről. Mielőtt elbúcsúznék, folytatjuk a műsort természetesen, hiszen Lévai Ferencnél járt Szabó Miklós Bence kollégám, az Aranypont Réti Majori gazdájánál, Halország fejedelménél, így advent előtt megtudhattuk tőle, hogy mi újság a halpiacon. Ennek a tónak a medréből már csak a madarak csemegéznek Réti Majorban, ám a lehalászási időszak még korán sem ért véget. Karácsonyig 1500 tonna halat értékesítenek csak ebből a gazdaságból. Az ünnepet megelőző két hét alatt zajlik az éves forgalom egyharmada. Mert a hallal legkönnyebben akkor tudunk bánni, ha a vízhőmérséklet 10 fok alá süllyed, akkor a hal zsúfolható, könnyen tudunk vele bánni, válogatni lehet. Minél hidegebb a víz, annál könnyebb a hallal bánni, hiszen lehűl, változó testhőmérsékletű állat. 20 fokon bizony úgy kell megfogni a levegőbe, úgy ugrál, 6-7 fokon bizony lecsillapodik, és szépen tűri, hogy a hálóból kiszedve el tudjuk szállítani a raktározó helyekre, hiszen most készülünk a karácsonyi halellátásra, ebbe a 10-12 napba fog elfogyni az országba a teljes haltermelés, ami egy 12-14 ezer tonna, mintegy 35%-a. Jellemző módon ennek mintegy 75%-a a pontja, abból van a legtöbb, és a magyar ember képzetében halat a ponty jelenti, én is imádom a pontyot. Aztán persze van mert a süllőharcs, a csuka, a csukából a legkevesebb talán a piacon, most a harccsal kedvenc, ennek is két változata van, egy nagyon jó minőségű afrikai harcsa, amit intenzíven termelnek a kollégák, és van a hagyományos szürke harcsa, amelyet a tógazdaságokban karbantartóként alkalmazunk, hiszen ő porszívózza össze a nem kívánatos apró halakat a tavakból. Süllőből most nincs akkora felhozatal, mint szokott lenni volt, valahogy az érdeklődése akkora, van egy kis pisztánk mellette, némi tokhal, ezek adják tehát a válogatósabbatnak az ingyenségeket, és persze az elmahatatlan kárász és keszeg, ami ahhoz kell, hogy egy kicsit sűrűbb legyen a halászli, vagy egy kis ropogós borkócsaját készítsünk belőlük. Lehalászás után mi történik még addig a halakkal, amíg a boltok polcaira vagy a piacokra kerülnek? Hát pihennek és várják a sorsukat. Aki szerencsésebb, az még egy-két késői horgász vízbe kerülhet. Vannak egyesületek, akik ilyenkor telepítenek még egy kevés halat. Hát ők túlélik a közvetlen végkimúlást. A többiek bizony azt várják, hogy sorra kerüljenek, és hát valami jó bográsba kössenek ki, és persze egy jó pohár borral a gyomrunkba. Kicsit akkor még a halfogyasztási tendenciákról beszéljünk, ugye Magyarország az uniós átlagot tekintve is jóval a vége fele menetel, kicsivel több mint 6,5 kiló talán az éves fogyasztás per fő. Ez a tendencia, ez az utóbbi években hogy változott? Stagnál vagy nő, esetleg csökkent? Hát egyszerre lehetünk büszkék és meg kevésbé azok. Ahhoz képest, hogy az uniós átlag 17-18-20 kg is, akár még Ausztriában is 18 kg halat esznek, pedig annak aztán se tengere, se folyója, de ott már tudják, hogy mennyire egészséges a hal és fontos. A világ boldogabbik felén 20-30-40 kg halat esznek, a legtovább élő népek a japánok, portugálok, spanyolok, azok bizony napi rendszerességgel esznek halat, és egy ottani étlap felét tölti ki minimálisan a halak, vagy tengerből származó élelmiszerfélék, csigák, kagylók, rákok és hasonló apróságok. Hát nálunk a tendenciára azt mondhatnám, ez ugye a sírós fele. Amire nevethetnénk, vagy hát jó kedvünk lehet az, hogy az egyetlen olyan élelmiszer Magyarország, aminek nem csökkent a fogyasztása. Megnézzük a 90-es éves adatait, vagy akár 10 éve ezelőtt mennyi húst tettünk meg, bizony 20%-a kevesebb húst fogyasztunk ma például Magyarországon. Tehát ha azt nézem, hogy a tudatos vásárlók és a halfogyasztás lassú emelkedése, az azt mutatja nekünk, hogy igen, a hallal foglalkozni kell. Sokkal több reklámpropaganda kéne. El kéne hitetni az emberek, hogy a Magyarország
szabadon termelt hal beltartalmi értékei, fogyaszthatósága, az egészségünkre gyakorolt jó hatás, az sokkal jobb, mint a tengerből több ezer kilométerről a fene tudja honnan halászott tengeri halaké, és kicsit lát, vissza lehetett érni oda, hogy törődjünk az egészségünkkel és a halfogyasztásra. Ha rajta múlna, azt mondanám, ha mindenki még 5 kilóval több halat enne, fél maréka kevesebb gyógyszert tenne meg. Nem a gyógyszerfogyasztási tabellát kéne vezetnünk, hanem a halfogyasztásit. Sokkal egészségesebbek a népek ott, ahol sok halat fogyasztanak. Gondoljon bele, hogy a mai magyar ember, és szinte mindegy, hogy hol él, a mozgás az kb. Napi 5 kilométer kellene, hogy legyen, ehhez képest 500 métert sem megyünk, mert ugye ha a Tesco parkolóba 5 kört megy az autóval, hogy még 3 helye közelebb kerüljön a bejárathoz, ahova talicskával tolja ki az éppen megvásárolt, hát nem mondom a minőségét az élelmiszernek, tehát ha kevesebbe, tudatosabban és jobban táplálkoznánk, akkor az a üzemanyag, ami kell, ami agyunknak, mert a legtöbbet ma a mai embernek az agya dolgozik, ebbe kell a fehérje, itt kell gondolkodnunk, ahhoz hal kell. Egy nehéz marhahús után, egy nehéz pörkölt után, egy hatalmas szelet rántotós után egy óráig megáll az ember agya meg az emésztése, mert minden vég ide kell. És pumpálja szét azt a hús alkotó részeket, aminek például egyik alkotó része éppen köszvényt okoz. Tehát nem akarok belemenni ebbe, de hadd beszéljek rá mindenkit arra, az egészségünkért legyünk. Itt van Magyarország, egy kincses ország, ahol fantasztikus gyümölcsök teremnek. Csodálatos zöldségek. A legkevesebb vegyszert használók egyike vagyunk az Unióban. Itt van a fantasztikusan jó halunk, a vadállományunk. Mit eszünk? Lidliből a spanyol paprikát, meg az nagyobb és pirosabb. Az összes vackot megesszük Európából, miközben aki igazán jót akar enni, az a magyar gyümölcsöt, zöldséget és halat választa. Németország, ahova nem hordtunk 20 évek ki ennyi halat, mint most, Németország a magyar pontyot keresi. Pedig ott van minőség. Most Szerbiába szállítunk, szombaton már megy, 100 tonnát a szerbek vettek meg tőlünk. A lengyelek viszik a pontyunkat. Szóval olyan kúrencia lett megint a ponty, visszatértünk oda, hogy karácsonykor pontyot kell fogyasztani, még a németek is, pedig ott aztán van tenger megválaszték, a kékrefőtt pontyot nem mondhatja ki, a lengyel, akinek óriási halászflottája van, viszi a feldolgozóval, azt mondták, karácsonykor pontyot kell enni. Tehát hála Istennek, hogy visszatértünk egy kicsit, visszaléptünk ebből a agyonfeldolgozott, agyon tartósított élelmiszer tömegből a friss fogyasztás felé, ezt nekünk is meg kéne tennünk, és ha valaki ezt megtehetné, akkor Magyarország megtehetné, hiszen benne ülünk Európa egyik legjobb éléskamrájába. Használjuk a magyart, én nem azért mondom, csak mert el szeretnénk adni a halunkat, hála Istennek a másfélszerese el van adva, mint amennyit termeltünk, hanem mondanám a kedves kollégáimnak, barátaimnak, Magyarország lakóinak, hogy törődj már magaddal egy kicsit. Az ember egy fantasztikusan jó biokémiai motor, elképesztően össze vagyunk rakva, ha a szemünkre, a hallásunkra gondolunk, hihetetlen, hogy milyen érzékenységgel összerakott a jóisten vagy az evolúció bennünket, de az üzemanyag, könyörgöm, hát hiába van S-mercid, ha ukrán nehéz gázolajja megy, nem jutsz vele messzire. Tehát az üzemanyagon kéne egy kicsit korszerűsíteni, egy kicsit jobbá tenni az üzemanyagot, hogy ez a fantasztikus motor minél tovább, minél jobban működjön. Ha már a karácsonyi pontról volt szó, ugye ez az a hal, amelyik a legtöbb, amiből a legtöbb fogy karácsonykor, melyik az a méret, amit leginkább keresnek, vagy ami a leginkább ajánlott esetleg egy karácsonyi vasolához? Hát a 1,5-2 kilós az, amire. Én azt mondom, ha én halat sütök, akkor inkább a kisebbeket, én kiló 20, kiló 50-es pontyokat szeretek, klasszikus módon karikával vágva szépen, és hagyományosan szoktuk zsemlemózsába, vagy diós mózsába beforgatva megsütni 3 darabot, egy kis krumplipürével, egy félmarék savanyúsága, az valami csoda. Ha már halászlét főzünk, akkor a 2-2,5 kilós halak a legjobbak. Fejéből, farkából egy kis alaplevet készíteni, ha van még egy halcsafejünk hozzá, az tiszta haszon, és egy igazi jó friss idei paprikába fontos, aki csak tud az idei paprikát szerezze be, és lehetőleg termelőtől ne ezt a Vietnámból, Brazíliából összeszedett mindenféle keveréket, abból egy olyan fantasztikus halászlét lehet készíteni, hogy az ember megemlegeti, és hát ha rákívánkozik két ünnep között is, vagy ne adj Isten minden pénteken. A valódi fordulat azonban egyelőre várat magára. Az ágazat árbevétele éves szinten 12-15 milliárd forint, viszont a bevételek kétharmada, mintegy 9,5 milliárd forint az exportból származik, ami azt jelenti, hogy a magyar tógazdaságok jellemzően Németországban, Ausztriában, Lengyelországban és Szerbiában értékesítik a jó minőségi magyar halat, mert itt továbbra is nagyobbra a kereslet. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!